Bíró Éva vagyok, a Dunajvárosi Arany János Általános Iskola történelem, énekzene szakos tanára. Már középiskolás koromban tudtam, hogy pedagógus szeretnék lenni. Döntésem ma se lenne más, hisz munkámra hivatásként tekintek. Pályám kezdetén egy Vas megyei kisfaluban Váton tanítottam. Akkori tanítványaim már a felnőttek, de sokakkal tartom a kapcsolatot. Nagy öröm számomra, hogy akad közöttük történelem tanár és régész is. Elmondásuk szerint személyem is inspirálta a pályaválasztásukat. Büszke vagyok rájuk. Iskolai feladatom sokrétű. Tantárgyaim tanítása mellett osztályfőnöki feladatokat is ellátok. Szívesen töltöm az időmet a gyerekekkel. Mindig meghallgatom őket, és igyekszem segíteni a problémáik megoldásában. Törekszem arra, hogy mindennapjaik vidámak legyenek, hisz a humor és a jókedv számomra is sokat jelent. Kedvelt feladatom az iskolai énekkar vezetése. Nagy kihívás a mai világban a népdalok és a népzene megszerettetése. De jó úton haladunk. Szép sikereket érünk el az iskolai műsorok során. Szívügyem a történelem tanítása, ezért ebből a tantárgyból egy tehetségfejlesztő csoportot is vezetek. Az évek során tanítványaimmal több versenyen is részt vettünk, ahol eredményes munkánkat elismeréssel jutalmazták. Mindig készen állok a megújulásra, az önfejlesztésre. 3 éve elvégeztem a történelem középiskolai mesterszakot, így már az érettségiről készülő diákoknak is tudok segíteni. A legnagyobb kihívás számomra a pandémia időszaka okozta. A digitális oktatásra való átállás sok plusz feladatot jelentett. Elsajátítottam a digitális felületek használatát, így személyes kapcsolattal segíthettem az online tanulást. Hitvallásom, Müller Péter gondolata, mi szerint jó kertész, aki igazán nevel, tudja, hogy a magban minden benne van. Úgy érzem, munkám során ez az üzenet minden tanítványomhoz elér. Hálás vagyok, hogy diákjaim és szüleik neveztek a pedagógus Oscar-díjra. Tudom, hogy az általános iskolákban nagyon sok kiváló pedagógus van. Örülök, hogy egy lehetek közülük.